Szép napot, kedves barátaim! Bhagavata Purana. Ez a embernek a tudásának a legmagasabb, a csúcsa a tudásnak. Egyik videóban mondtam, hogy amikor vesztek ezeket a könyveket, akkor mi történik? Első, az történik, hogy mi adományzunk lelki célukra. Hopp, karmától tisztolok. Nagyon sok mindent csináltam ebben az évben, de most adományzok, tisztolok. Hazaviszem lelki könyvet, ami lelki energiával rendelkezik. Én tisztolok. És harmadik, a Srimad Bhagavatamban, Bhagavad Gita-ban is olvasható, hogy az a személy, aki másoknak elajándékozol olyan tudást, hogy mondjuk nagy szívvel, jó kívánságokkal, így ajándékozol valakinek ilyen könyvet, ez a legmagasabb lelkitet ő számára, és még akkor is, hogyha gyilkosságnak a karmája van neki, valamikor bűnözött, brámana gyilkos, állatgyilkos, embergyilkos, de valaki nagyon nagy figyelemmel olvassa, és figyelemmel másoknak ajándékozza, minden karmától meg fog szabadulni, és elkezd fejlődni lelki életbe. Szóval még egyszer, veszünk könyvet, lelkitet, olvasunk könyvet, lelkitet, ajándékozunk könyveket, lelkitet, de ez még magasabb. Mert Krishna nagyon érti kell, mikor valaki ezt a tudást másoknak megoszta. Főleg Srimad Bhagavatamot, vagy Bhagavad Gita-t. Nincs is szavaim, hogy ez milyen csodálatos folyamat, és próbáljátok meg, milyen boldogok lesztek, mikor ezt megcsináltok. Természetesen képernyő alján látjátok e-mail címet, ott lehet írni, kapni részletes információt, és rendelni könyvet, és vagy elküldjünk nektek, hogyha ország bárhol vagytok, vagy másik országban, vagy hogyha Budapesten, akkor személyesen találkozunk, és személyesen át lehet venni. Srimad Bhagavatam, legjobb könyv, Hare Krishna.